A fény hullámhosszának hatása a fotoszintézis intenzitására. Négy nagyméretű vízzel töltött főzőpohárba ugyanakkor a mennyiségű átokhinár darabokat teszünk. A növényekre egy üvegtölcsért borítunk, a tölcsér szárára pedig egy mércével ellátott üvegcsövet teszünk. Így tudjuk mérni a fotoszintézis során fejlődött oxigén mennyiségét. A főzőpoharak alá, a fény útjába piros, sárga, kék, illetve zöld színű fóliát teszünk. Így különböző hullámhosszúságú fénnyel tudjuk megvilágítani a növényeket. Néhány óra elteltével összehasonlítjuk az üvegcsövekben összegyűlt oxigén térfogatát. A kék, illetve a zöld fénnyel megvilágított növények termelték a legkevesebb oxigént. A fotoszintézis során elsősorban a körülbelül 600 nanométeres sárga, valamint a 665 nanométeres piros fénysugarak hasznosulnak.